22. közgazdász vándorgyűlésnek az idén Nagyváradot választottuk helyszínéül. Az október 18 és 20-ai hétvégén fogjuk megrendezésre kerülni, azaz most hétvégén. Az idei vándorgyűlésünk témája az együttműködési és társulási formák a jövő gazdaságában. Azért választottuk ezt a témát, mert a Romániai Magyar Közgazdaság elnökségének meggyőződése az, hogy a jelen aktuál gazdasági körülmények között is az együttműködése plusz értékeket teremthetnek a gazdaság résztvevők számára. Ugyanakkor nekünk már volt egy könyvünk, amit ebbe a témába adtunk ki ezelőtt pár évvel, és akkor azt gondoltuk, hogy ismét aktualizáljuk ezt a témát, ezért választottuk az együttműködéseket fő átfogó témaként a vándorgyűlésünkre. Az idén több szempontból is újítunk a vándorgyűlésünkön, hiszen az idén először szervezünk két plenáris nagy blokkot, ami között 6 szekciót, azaz 6 párhuzamosan folyó workshopot szervezünk több mint 35 előadó meghívóval, úgyhogy mind számban, mind pedig szakmai és színében a rendezvény bővült a tavalyhoz vagy az előző évekhez képest. Ezért azt javaslom bárkinek, aki még ezt teheti, ha bár igaz, hogy a regisztráció az már lezárult, de még szakmai jegyek a helyszínen is kaphatók. Eddigi számaink szerint közel 300 résztvevőnk lesz, viszont a termek meg a Párcumi Keresztény Egyetem ad helyszínt maga a konferenciának a szakmai részének. A termek kapacitása még ad lehetőséget arra, hogy bárki, aki éppen Nagyváradon jár október 18 és 20-a hétvégén, az becsatlakozzon a konferenciára. Ismétlem, 35 szakmai előadó lesz, közel 300 résztvevővel, az együttműködéseknek minden formáját taglalva, kis- és középvállalkozásoktól egészen az ipari együttműködésekig, turizmus, közbirtokosság és minden olyan téma, ami az erdélyi magyarság, illetve az erdélyi gazdasági közösségben, mint együttműködési forma létezik és működik.